Megérkezett Ukrajnába a Magyar Karitatív Szervezetek segélyszállítmánya. A karitatív tanács koordinálásában ismét összefogtak a magyarországi szervezetek annak érdekében, hogy segítséget nyújtsanak a Kárpátalján és Ukrajna Kárpátokon túli területein élő rászorulóknak, családoknak. Az összesen 5 kamionnyi, közel 32 millió forint értékű több mint 56 tonna segélyszállítmány Záhoncsap határátkelőn keresztül érkezett meg Kárpátaljára. Az 5 kamion közül 4 Kárpátalján marad. Ezek főleg tartós élelmiszert és ruhaneműt tartalmaznak, és a Református Egyház beregszászi diakóniai központjába kerül. A csomagok szétosztását a Vörös Kereszt, a Caritas és a Történelmi Egyházak végzik majd. Egy kamionnyi gyógyászati segédeszköz az Ivano-Frankivszk megyei kórházakba kerül. Nagy mértékben egyébként kórházi felszerelés, gyógyászati segédeszközök, illetve ágyak, kisebb mértékben iskolai felszerelések és a népkonyhákra segítség, ami szükséges. Ezek azok, amelyeket most Ukrajnának eljuttattunk, és fontos, hogy így mondjam, hogy Ukrajnának, mert nem csak Kárpátaljára, hanem Ukrajna más területeire is viszünk ebből a szállítmányból, mindazoknak, akik akár a gazdasági nehézségek miatt, akár bármilyen másoknál fogva rászorultak a segítségre. Kárpátalján a magyar nyelvterület végvárán az Ungvártól több mint 200 kilométerre fekvő Gyertyánligeten magyar nemzeti lobogó jelzi, hogy a településen magyarok élnek. A 3000 lakosú szláv többségű szórványtelepülésen már csak 600-an vallják magukat magyarnak. A faluban az egyetlen hely a templom és az óvoda, ahol még magyar szót lehet hallani. A helyi magyarság megmaradása érdekében egyházi kezdeményezésre másfél évvel ezelőtt közösségi ház építésébe kezdtek, ami magyarországi állami támogatással idén lett kész. Az alsó szinten lesz a szegény konyha, a számítógép szoba és 2 vendégszoba van, hogy tudjunk, ha valaki jön, legyen hol elszállásoljon. És már a második szint az egy nagy terem, színpaddal, hogy tudjunk itt összejönni, közösséget csinálni, és fejlesztessük a magyarság. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának 5 millió forintos támogatásával, illetve egyházi és civil adományokból felújított magyarház a jövőben többek között a Gyertyánligeti Vasárnapi Iskolának és a falu katolikus közösségi rendezvényeinek is otthont fogadni. Itt ezt a maroknyi magyarságot, aki még megmaradt, nagyon össze tudja hozni, különösen a programok szervezése által, illetve az egyéb olyan karitatív tevékenységek által, mint például a gyermekek étkeztetése, ugye most már ez is ki fog bővülni, illetve a magyar identitás tudatnak, tehát a hovatartozásunknak a tekintetében. A településen a rohamosan fogyó magyar közösség számára másfél évtizede a Kárpátaljai Római Katolikus Egyház közel 30 fő befogadására alkalmas óvodát létesített. Az intézmény végzősei azonban helyben magyar nyelvű iskolai oktatásban már nem részesülhetnek. Ráadásul a falu mintegy 25 kilométeres vonzás körzetében is csak ukrán iskolák működnek. Dávid a Gyertyánligeti magyar óvoda végzőse, de szülei ukrán iskolába adták. Nagyon szerettem volna, ha magyar osztályba jár, mert nagyon jól tud magyarul, de mivel sajnos nincs lehetőségük, így ukrán osztályba adtuk. A Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetség támogatná egy magyar elemi iskola beindítását Gyertyánligeten. Az óvodát, ami a Caritas fenntartása alatt működik, és ahol az óvónőket az állam fizeti, átminősíteni alapszabály módosítással iskola elemi iskola óvodává, vagy óvoda elemi iskolává. Ez a fenntartó tehetné meg, csak akkor összevont osztályok működhetnének az óvoda keretein belül. Hogy a magyar elemi osztályok beindítását mikor sikerül megvalósítani a gyertyánligeti magyaroknak, az még a jövő nagy kérdése. Addig is a magyar közösségi házban vasárnapi iskola keretében fogják a gyerekek a magyar nyelvet tovább tanulni.